A helyi Vöröskereszt szervezete minden évben megrendezi az öregek napját. Miért van erre szükség? Hát ez egy hagyomány, mert nagyon régi hagyomány, hogy az öregek napját megünnepeljük. Polgármesterünk szavaival élve ez nem is igazán öregek napjának kéne hívni, hanem idősek napjának, mivel mondta itt a beszédében, hogy ha végnéz a sorokon, nem is öregeket lát, hanem egyre fiatalabbakat az asztaloknál. Milyen öregek vannak itt, vagy hát számít-e az, hogy milyen idősek vannak itt ezen a nap, öregek napján? Igen, számít. 70 év felett, aki betöltötte a 70. születésnapját, azt hívják meg erre az ünnepségre. Lehet-e tudni pontos számot, hogy a falunak hány ilyen 70 év fölötti öregjei, illetve idősebb lakója van? Hát az én tudomásom szerint 100 fölött, 100 az idősek, 70 év fölötti idős a faluban. És mennyien szoktak eljönni egy-egy ilyen délutára? Olyan 60, 65. Volt, amikor már 80-an is voltak. Beszélgettünk itt a Vöröskeresztről is. Mennyi tagot számlál most per pillanat ez a szervezet? Hát per pillanat most pont egy olyan, hogy tagfelújítás van. Most per pillanat 50 fővel, ami nekem megvan a listám, hogy 50 fővel indulnánk, de ebben nincs benne még az, akik régen voltak tagok, akiket még nem tudtunk megkeresni, hogy újra megújítsák a tagságukat a Vöröskeresztbe. Tehát tulajdonképpen a tagfelvétel állandóan folyamatos. Kik lehetnek a tagjai a Vöröskeresztnek, illetve korhoz kötötte? Tehát mondjuk 14 éven felüliek, illetve csak tanárok, énekkarosok, vagy nem tudom, van-e valami megkötés? Nincs semmi megkötés. Bárki tagja lehet a Vöröskeresztnek, aki elhivatást érez az ellen, hogy segítsenek egymáson az emberek. Tehát ehhez nincs megkötve, hogy korban sincs megkötve. Tehát lehetnek ifjúságiak is, tehát tervünk is azt, hogy egy ifjúsági csoportot is majd indítunk, meg bárki, sőt férfiak is lehetnek tagjai a Vöröskeresztnek, ez nincs megkötve, hogy csak nő lehet Vöröskeresztes tag. Mi az, amit vállal a tag, mikor belép ebbe a szervezetbe? Tehát mivel jár ez együtt, milyen kötelezettséggel? Hát végül is annyi, hogy egy éves tagdíj van, amit be kell fizetnünk, ennek egy része a nagy Vöröskereszt, tehát a megyei Vöröskereszthez megy be, egy része marad itt a Vöröskeresztes csoportnál. Olyan kötelezettségei lehetnek, amit ő saját maga vállal, tehát vállalja mondjuk, hogy egy idősnek elmegy segíteni mindig. Tehát nincs így konkrétan megkötve, hogy most mit kell csinálnom a Vöröskeresztbe. Az ilyen, hogy öregek napján segítkezünk, vagy ha éppen arról van szó, hogy egy ifjúsági csop vetélkedőt rendezni, akár ilyesmibe is lehet gondolkodnunk, hogy ez... Tehát tulajdonképpen a Vöröskeresztnek egy konkrét rendezvénye van, ez az öregek napja, illetve az ifjúsági szervezetnek a versenye, de gondolom a vérellátásban is részt vesztek. Igen, a vérellátásban is részt veszünk, hogyha kijön a vérellátó ide a vérvételre, akkor úgy volt eddig régen, én így tudom, hogy a Vöröskeresztes tagok mentek házról házra összeírni, hogy kijön el a vörös vért adni ide a kultúrházba. Én most így félfülel hallottam, hogy az elmúlt napokban te lettél megválasztva a Vöröskereszt vezető helyettesének. Én ehhez gratulálok, és azért szeretném megkérdezni, hogy mióta vagy a tagja, és tehát mivel jár ez, hogy most te lettél itt a fő-fő helyettes? Hát én 1982 óta vagyok tag a Vöröskeresztben, amikor még középiskolába jártam, akkor léptem be még ott az iskolába a Vöröskeresztbe. Itt a faluba azután, miután vége volt ott a tanulmányaimnak. Közben, hogy elkerültem Jákra 2 évre, akkor ott megszakadt egy kicsit a Vöröskereszttel a kapcsolatom, és utána folyamatosan még tovább itt voltunk. Itt voltam Vöröskeresztes tag. Hát azt, hogy én lettem, ez most ez egy olyan dolog, hogy polgármester hivatalá kikötötte azt, hogy egészségügyi végzettségű lehet csak a titkár, mivel a doktornő az elnök a Vöröskeresztbe, és így a tagság engem választott meg. Milyen gyakran van közgyűlés, és milyen egyáltalán a hangulat egy ilyen közgyűlésen? Hát én erről még nem nagyon tudok így neked mondani, mert most folyik még a tagfelvétel, a megújítás, tehát a régi tagoknak a megkeresése, hogy újra megújítsák a tagságukat. Hát a közgyűlésen, ami most volt legutóbb, egész jó hangulat volt, nagyon jó ötletek jöttek elő, hogy mit lehetne a Vöröskeresztben csinálni. Úgyhogy ha meg lesz a konkrét névsorunk már, hogy hány tagunk lesz, akkor lesz egy újabb összejövetel, és akkor szeretnénk már tényleg konkrétan lefektetni, hogy mit akarunk csinálni, és mit szeretnénk csinálni a faluban. Egy-két példát hallhatnánk erre, hogy milyen ötletek merültek fel?
Hát ötlet az merült több is, felmondom, ez az első, hogy az ifjúsági Vöröskeresztet az iskolában újra megindítani, őnekik első segélynyújtó tanfolyamot szervezni, esetleg ilyen, hogy csecsemőgondozás, ami még az én időmben, amikor én általános iskolás voltam, ugyanúgy megvolt. Felmerült itt olyan, hogy bekapcsolódnánk esetleg az idősek köszöntésébe, akik már 70 év felett, tehát 75., 80., 90. születésnapjukat ünneplik, őnekik a köszöntésébe, esetleg a kismamákat, ha megkeresnénk, ha valamiben tudunk nekik segíteni, akkor szívesen segítünk. Mivel elhangzott az, hogy új tagokat toboroztok, az, aki jelentkezni akar, hova menjen, kihez forduljon, téged keressen meg, illetve a doktornőt? Az megkereshet engem, és megkeresheti a doktornőt is, sőt, aki úgy tudja, hogy kik a vöröskeresztes tagok, a régebbi tagoknak is nyugodtan szólhatnak, és feliratkozhatnak náluk. Úgyhogy van több ilyen papírunk iskolában is van, ahová feliratkozhatnak, de szívesen veszem, hogyha utcán szólnak, és akkor beírunk. És nagyon szépen megkérném, megköszönném a régi tagoknak, ha most nem állnának ki a Vöröskeresztből, hanem továbbra is bennmaradnának tagnak. Hogy így, hogy most vezetőségváltás volt, én nagyon szeretném, hogyha továbbra is segítenék a munkánkat, és nem hagynának cserben bennünket. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó munkát kívánok. Köszönöm. Ovde sono se pominali za Vöröskereszt, za Csegyéni Krízs, ott kidobste vi nutri. Ja sam 270 galita stala nutra u Vöröskereszt, kako smo rekli, i od nidop sam ja kod titkar bila, sad gore ne znam kako ćemo tu rič, reč po hrvatski, tajnica, da bi si razumili tu rič. Uh-huh. A ja sam od 65 ota, ja sam od nidop tog, pak dugo sam bila u vezetošegu togu, jako čuda smo dilali, pak jako i dobro bila. A kako je par vič bilo? Ste mogli vako skupa duajt večkrat? Večkrat, čuda večkrat, čuda balov je bilo, čuda sega je bilo, pak čuda večimi smo bili, jako čuda stare bilo i mlade je bilo, pak svi su jako radišli, pak jako su radilali. A vi ste nutri bili u pejaštvu? Da, kad sam ja bila pejačica Čeljenog križa, onda smo imali dar 290 članov. Mi smo jako čuda onda dilali i za selo i za stare jude. Sako lito smo ovaj dan stari mi mogli organizirati. Onda smo sako lito imali dva bale, jednoga na protujiće, jednoga u jesen. Oni je starije jude ki su 80 lit bili, ali 570 i nja smo vigi išli pa smo i gratulirali. Onda gratulirali smo onim ženam koja su malo dite imale, koja su rodile, nismo vi mali dar mogli kupiti, pa gi spomenuli smo se s oni ki su si jubileum dar žali hištvi, jubileum 520 i pa 50. Pa i vince smo mogli kupiti koji je do umad. To smo se dilali. Točka sam čula da starija generacija, ali stariji aktivisti sad kanu van stad, ne kanu s mladimi dilat skupa, zašto? To ja ne znam, to bi se nje moralo pitat, ali ni bi uprav tako morali pomoć kad još čuda jako stari koji su ovdje kar još jako radu ajdu. To bi se nje moralo pitat zašto ne kanu dila dalje. Ja mislim da će zano biti inako vikite još ostatna da je u njem, kad je to potrebno da se ta, da to se ne zgubi sad, da su vik stariji nutri ki imaju maru za harton takozvanog topostolota, pa je onda, a mladi su zano tribi kad su ni aktivniji nek su stariji ljudi, imar biti se nove ideje dones sad uvo društvo nutra, pa ja mislim da sad s novim, s ovim novom garniturom da ćemo uprav nako moć dilat kod smo parva lita, kod smo predovin 10-20 liti dilali. Na kakove ideje ste mislili ovako? Što bi bilo, što bi obnovilo u organizaciju? Ja sam se Sildi Konur pominala, ona je sad nova pejačica ove organizacije. Ja sam joj rekla da ćemo moć, ako bude u Orsagu, kod kad je bila ta velika voda, oni ljudi ki su kakovoj potrebčini, onim ćemo moć pomoć i ovdje u selu ćemo moć pogledati, onda ako imamo nakovi stari ljudi ki je pomoć trebi, onda i našu školsku dicu ćemo moć maru boje organizirati da se i ni navuču što je to ta Čeljeni križ, što je
što to znači da se mora za starije ljude i za druge ljude dilat nevijek nekno gledat, da nam dobro bude, nek i to da i drugim ljudima bude dobro. A kako je bilo padje? Otkud, ali iz čega ste se financirali kad ste mogli skupat uaj, da li kad je bilo dan stari? Što smo bejage prodavali, pa iz bala što smo mogli nutra zijat. Ali jako čuda mi smo onda vikar bili i u balu, i koji su nek tako davali pineze, do i ni namo išali, jako su nam vigra davali. Pa iz onoga. Točka smo se pominali za pomoć. Znamo da Društvo Gradišćanske Hrvatske mladine je ispisalo jednu akciju za knjige što kanimo poslat Hrvaton Ugron u Hrvatsku. Kako sad stojimo s knjigami? Koliko su skupa donesli u selu ali u školu? Dost knjige je došlo, sad ne znala točni broj ređa, ali ja mislim da je oko 400 sadur došlo unutra i ovdje ja prosim onda dok je još ne odnesu tija knjige, da ki još ima tako gdje knjig neka onda pošaju tija. A kad mori tija knjige odnes? Dica školska kar kad je donesu, mi ćemo je rad prijad. Zahvalim u razgovor. Az előbb ott beszélgettünk, néztük a régi névsort a Vöröskereszteseknél, és maga is fönt volt ezen a névsoron. Hogyan emlékszik vissza azokra az időkre? Hát, a Péter bácsi házában volt megtartva mindig a gyűlés, sötétbe bukdásoltunk arrafelé. Hát egy páron voltunk, csak nem sokan. És honnan jött az ötlet, hogy kell alakítani egy Vöröskeresztes szervezetet itt a faluban? Én is tudom, hogy ki volt a kezdeményező, az Irma néni, a Mariska, harangozó Mariska néni, akkor a Margit néni, és Krapics Margit néni, aki meghalt. Ki volt a Frida. Gizi, te is voltál, nem? Az alapítótag. Micsoda? Nem voltál te is az alapítótagok között? Valamikor, nagyon régen. Régen. És hogy volt az, amikor önök dolgoztak a Vöröskeresztnél, vagy hát így munkálkodtak? Mennyire volt más az az öregeknek a napja, mint most? Hát annyira nem volt, hogy más volt, csak akkor a Vöröskeresztes többször tartott egy bált, kellett a pénz, meg a mit tudom én. Az sem volt. Napja nem volt megtartva. Hát akkor milyen rendezvények voltak a Vöröskeresztnek? Csak bálok voltak, esetleg egy-egy színdarab. Hogy tulajdonképpen mi volt a feladata ennek a szervezetnek? Gyűjtöttünk bélyegeket, és nem voltak olyan, hát olyan sokan nem voltunk, csak egy páran. Büszkeség volt akkor Vöröskeresztesnek lenni? Hatjuk. És mikor év szerint emlékszik, hogy mikor alakult meg ez a szervezet? Pontosan? Tudom, 48-49-ben körülbelül. Akkor még jócskán voltak a háború után maradványok. És felvállaltak valamiféle feladatot a Vöröskeresztesek akkor? Véradása volt, akkor szerveztük a véradókat. És ma, mint olyan ember, aki itt ül az asztaloknál, hogyan látja, hogy érzi magát ezen a napon? Hát nagyon jó. Nagyon szépen meg voltunk vendégelve, és hát örülünk neki, hogy gondolnak az öregekre. Azért itt a mai napon én hallottam azt is, hogy panaszkodnak egyesek, hogy régebben sokkal másabb volt a Vöröskeresztesek soraiba lépni, és egészen más volt az aktivista élet, mint ma, hogy az emberek nem annyira készségesek, mint régebben voltak. Ön hogy látja ezt? Tudom, azért most is megvan az összetartás szerintem. Most egy pár éve el lett hanyagolva, de... Ha azt kérnék öntől a mai Vöröskeresztesek, hogy tanácsaival, mint tapasztaltabb ember, tapasztaltabb aktivista segítse a maiak munkáját, szívesen fogadná őket? Hát én most már megöregettem, nem szeretnék most már. Az ember öreg korában örül, hogyha lepihenhet. Hát azért még egy pár év van hátra. Azért reméljük, még sokáig fog itt ülni majd az asztaloknál sok éven keresztül. Reméljük, még össze találkozunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.
Laur Pitala, kako se vi čutite ovdje? Ja, ja se dobro čuti, ja sam vesel i mi ovdje svi, kje su nas na pir pozvali, ali pir bilo ne. A sako li to nas pozabu, dok ne živimo se, mi dobro čutimo. A u Litinege nuaš duajdete, ali kako evo? No, kamo? A kad nas pozovu u Liti? To ne jedno mać. To je nego Liti jednu mać, ne? Da, i to je duž. I zapalimo na daru, to nam daju. I pozapalimo, šako Lito po nas pozovu, ako dok lježi bili budemo. A što ste dobili za dar? Ja ne znam, ja se nisam pogledam. Pineze? Ja se nisam. A što ćete si kupiti za to? Zato, ne znam, to ću ženi dat. Žena će potrošit. A to sam upamet zjela da muži si idu ovdje, a žene na drugom kraju, zašto? Naše žene su ovdje još, ja su još mlade. Zano si idu ovako, a ste se navučili da u crikvi ne sidite skupa pak zano? Ne, ne, mi ne sidimo će nam u crikvi. A što je najboje na Vuandanu? Što je najboje? Što vam se najboje vidi? To ti sad moram reći. No povidej sad. To je najbolje na Vuandanu. Što je najboje? Da se ovako skupa najdemo pa se malo raspominamo. Što je godišnje dan bilo pa gdje se od kolega pa i taši najdemo se skupa. A vidim, pohara još imate. To nije da tako kod vino. I pohara ide. Pa u god ide, ali meni nijade. Ja i poraj pude pa ima pijazi. On izad ide, to je za stare majke poraj. Ja ga pude, ja ne. Zafali lipo. Yeah.